Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök vasárnap éjjeli videós bejelentkezésében azt mondta, Oroszország hamarosan növelheti az ukrán energiainfrastruktúra elleni csapások számát, emiatt fel kell készülni a védelemre, illetve a válaszcsapások végrehajtására. Ukrajna összetett feladat előtt áll, miközben mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lakosság átvészei a telet, folyamatosan növelni kell a hadsereg erejét, közölte az államfő. Volodymyr Zelenszky köszönetet mondott azon országoknak, amelyek légvédelmi rendszereket küldtek Ukrajnának. Hozzátette, az ukrán légvédelem sokkal erősebb lett az utóbbi egy évben, azon dolgoznak, hogy még tovább fejlődjenek.